De ez meglepő. Ez akkor is meglepő. This next one is a skill song, which means you're earning double skill scores for the duration. So pick up some. Mindjárt. És most talán. Most oké. Okay. Pipáltuk. Ja. Úgyhogy elvileg most már hallani kell. Na mi volt? Nem volt beállítva? Ja, ja. De most már működik. Na jó van, akkor jöjjön a belépőm. Hülye. Na, mint Chesterek megjöttek. De mekkora tukó vagy már, bazd meg, hogy Lexus-ra az új racinget. Tudom, hogy akkor is az, de akkor is. Jó, akkor várjál már, jó, valamit keresek a garázsba. Ja, körülnézek én is valami autó után. Milyen kaliber legyen? Milyen kaliber legyen? Teljesen mindegy. Hát azért nem mindegy. Én nem mindegy. Ugye, egyelőre hozzunk ki valamit, nézzünk egy versenyt, azt az úgyis megadja a kategóriát, nem? Végül is. Végül is. De jó, az oké, egy lájtos. Az üzeneteidet inkább ne nézd meg. De megnéztem. Ja, jó van akkor. Kaptunk egy pár pénzt ajándékba. Ebbe körülbelül a jövő hetet is fel lehetne vásárolni. A rádió zenét kikapcsolom, mert... Igen, a drága kopi. Csátó barátunk imádja azokat pedig. Ez Twitch. Hát általában, ja, tudom, hogy most oda megy, de akkor is van. Na, érted. Véletlen pörraknánk a közösre. Ő csak be. Itt a V8. Hát én is ezt kérdezem, hogy vigyem. Hát direkt ezért hoztam ezt. Nézzünk valami versenyt aztán. Menjünk a klasszikust? Menjünk. Akkor ezek szerint a sajátodat látod, nem? Mármint. Térkép. Persze. De én érted, hogy verseny alatt mit értesz? Klasszikus. Tudom. A gyakorló pályánkra gondoltam. Ne várjál, nem ilyen blueprint. Community bucket list. Mi a... Mi a... Pöcs. Mindent akarok látni. Ja, jó, itt van minden. Jó, itt van minden.
Nem, hol vannak a versenyek? Akkor az enyémet látod. Ott csezd meg, jó. Rám csatlakozol, jó? Na most már egy progress. De jó van. Jó, tudod mint, akkor visszaadom a group leadert, aztán megyünk úgy, hogy ja. Hát tök mindegy, most itt valamelyiket találjuk. Nem, mert te látod, hogy mert mi legyen, látod, mert akkor te indítasz. Ja, ja persze, mert akkor mindegy. Jó van, oké. Okay. Akkor itt van egy 400 méter kemény. Na valami európai gépállat, mi legyen? A vagy B kategória? Baszok rá. Megbeszéltük. A kategória. Gyárival jövök ám most csak. Én még nem tudok. De nekem ugye, hogy újra kezdtem, nincsenek csinálva most kocsik. Hát nekem sincs úgy, úgyhogy én is alval vagyok kint lejönni, ugye a gyáriba. Úgyhogy jó, emlékezzünk vissza, ez volt az a játék, ahol az összkerék nem volt jó. De. Nem, vagy az összkerék jó volt, a hátsó kerék, bocs. Na, nem ugye? Volt jó. Na, ugye? Rosszul mondtam. Az volt a baj, hogy itt csak az összkerék volt jó. Nem baj, most kemény leszek, csoki. Hát még szerinted én? Jó van. Mondtam, hogy nincsen kocsim csinálva. De te legalább az érő indult. Nem mondom, hogy nem, de nem élt, nem vezetelettem. Jaj, hát ott én bejöjjön is. Maradjunk annyiba, hogy szerintem még két kör után nem maradna azon már a bronzszert. Jövök? Látom. Nyomjad neki. Hát igyekszem. Csak itt lesz gáz. Hello! Azaz. Tűt. Egy kis teriyaki bolsz. Hát elég jön volt. Valami. Behoztuk. Ennyi. Az ellenfélnek csak kegyelem volt, hogy 100 pontot.
turn around when it is safe to do so. Igen, ez volt a kedvencem mindig, a 2000-es pörgetés. Nem tudtam, mi hiányzik az életemből, de már rájöttem. Találtam itt egy olyan ízét, hogy Norco Norbi Presents. Nézzük! Modain Hipercor. Legalább ha valamit elkülünk, most tudom, kit hibáztathatok. No. Jó, van, mi sose kúrjuk-e? Hashtag profik vagyunk. Nem-e? Hashtag profik vagyunk. Inkább ne fogd meg a szedemet, adjál még így. Nem? Az örök vita, melyik ha jobb a centenárió vagy a 9-18? Fú, arra emlékszem azokra mindig. Kóba jártunk, hogy nézem, nincs ütközés. Vagy csak mert úgy van beállítva éppen az a... Az is lehet. Jó, van elveszünk még, persze. Én nem szeretem, hogy a fékszóba. Érdekemben most több az a következő X-es engemot. Ja. Csak a rutin már nincs meg. Mely szerinted nekem igen? Hát jó. A rutin már a motorsport 60 emelkedés volt. Na, nekem még abban se az utóbbi időben. Vá. Megcsináltam a 2 kör Nordschleife-ét, tehát a szezon zárót.
És kidobott fel ellenfélnek riválisba? Hát a Viktort. Még ott se téged. Jó, hát itt van egy verseny. Aki él, az most kijön elő. Elején mennyire nem szerettük a Desert Race-t, emlékszel? Szerintem az egy tök jó rész. De az elején mondom. Ja. Itt még mennyire volt sebességérzeted. Jó, mert itt aztán hashtag-szeverdercén szó volt. Mindig itt néztük meg, hogy a kinek volt a legjobb a setup, hogy kicsit kezdve venni full speedbe. Hashtag shortcut. Jaj. Hát, extrém off-road lesz. Milyen meglepő? Ugye? Legyen B-osztály. Meglássuk, van-e valami. Igen, legrosszabb esetben kihozod az enyémet. Vagy. A vicc, hogy mehetnék. A-val is, meg egyes S1-essel is. Hát jó van, figyelj, ha úgy nézed, X-essel jöttél, amikor S2-be. Jó, hát akkor jövök S1-essel. S1-essel. Tehát akkor relatíve open. Akkor két részre szakad a mezőn, gyócskán. Egy kategória, meg S1. Én hozom a vadállat. Majd elmesélem, milyen volt a verseny. Miután fölgyorsulok 100-ig valamit a húsvétkor. Ups. Hatályom kiszik. Milyen szó, Pepi? Forgolódok ám van. Érzékelem ma a helyezésnek, jó? Imádom ezeket az itt, ahogy megfognak a fák.
De olyanokat dob rajta, amit nem léped a gravitáció. Ha instant utolsó hely, már kétőtől lekerültem az én nekem. Ezt nagyon elbakasztottam most. Hát jó ez most. Ez most vezetetetlen számomra. Ne aggódj nekem is. Kijöttünk pedig a fordalatból, kapitán. De még hogy ki? Tudod, ami az off-roadot illeti, mi? Elfelejtettem, hogy mennyire csúszik. Várjál, én még az a kérdés, hogy egyetlen beérek-e. Jó, ha bejönnek, beérek, de hát... Azt nem értem, a többi az hogy volt ennyire erősebb. Saját kategóriámban ugyanazokkal jöttek. Meg nem tudom, nekem az emlékeimben úgy élt rohadt Warthog, hogy az még ebben a részben, mikor bejött, addig tudott 130-at. Na mindegy, a kitűzött célra megvan. A fanok meglettek. Ó, hát mindenképpen szopatni kell a népet, akkor megyünk Outback-re sivatagos köcsögösködni. Köszönjük helyre, most meg befoghat rád igazán. Jó, még mindig várunk egy kicsit, mert persze most küldött bedobni a kiegészítőnek a videóját is, a Mountain Blizzard, a Blizzard Mountain-t, érted? Esetlen még a Hot Wheels, ha azt is bedobja, persze a Hot Wheels-t is. Egyből. T-Rex. Na végre. Ó, nagyon jó, van Urban Find. Oké, jó helyen van, köszönjük. Mit vagyok? Jó, csak... nézek valami...
aszfaltképes autót. Aha, jó. Tehát ez jó, hogy a utat már elveszi a kijelölés. Jaj, de jó. Nekem még megvan, de én is váltok autót. Valami aszfaltosabbra. Ismerős lesz. A sátán kobrája. Turn left. Mondjuk, ha nem nagyon öltem volna ki, akkor is erre találtunk volna szerintem odáig. Fasz. Hát a... Sivatagos Horizon Fesztivál itt? Ja, hát oda persze. Hú, a barulja! Jó, akkor nem csak én voltam, aki... Nem ma voltnak. Elfejtek mi ma? Körülött mindig belemelni egy kicsit. A jó kis góliát kerek, mi? Éppen elmentél köztük. Ja, tudom. Képes különben, mintha jóval nagyobb lenne a forgalom nélkül, nem? Igen. Meg ugye vannak a ők is. Ja. Ez még nem igényelt a lapfunkciós megkapcsolatot. Keep left. In 400 meters, bear right. Yoy. Keep right. Oh.
400 meters, bear left. Keep left. In 400 meters, bear left. Keep left. In 400 meters, turn left. Turn left. Én most bemutatom a videójátékot, csodajáték. Egyszer csak puk. Mondtam én. És hús, itt van egy fesztivál hirtelen. De gyorsak voltak a munkások. Hát nem magyarokkal csináltatták, na. Az igaz. Itt még a feltérképezés is másfél évig tart. Igen, nagyon fontos, tudod, nagyon jó, hogy az utolsó fűszálat is meg kell mérni, hogy hány centiméter, és persze. Csak utána lehet elkezdeni dolgozni. Akkor bemutatja nekem a Horizon 3, a Forza Motorsport 7-nek a promo videóját. Hát ugye akkoriban jött ki. Igen. És igen, bemutatja nekem azt. Olyan gyönyörűen mutatott ez a promo videó, csak a fele nem történt meg annak a játékban, amit bemutatnak benne. Érted, hogy a boxban sofőrcsere. Ilyenek, hát hagyjuk. Még ha lett volna valami ilyesmi, érted? Valami endurance verseny, á? Hát az endurance verseny az a sok körösek voltak. Igen. Hát de hogy tényleg kiállnál valami sofőrcsere vagy valamire, érted? Még ha te játszasz, akkor is legalább látszata lenne. Ha már így reklámozták. Helyen. Ez az. Nem tudtam, mi hiányzott az életemben a videó utáni szerver error. Jaj, de szerettük mi ezt a Horizon 3-at. De ugyanakkor meg a hibái ellenére is szerettük. Ja. Ezt de amúgy érdekes módon maradtunk. Írta az errort, érted, de azért maradtunk. Egybe. Jó, nem mondok semmit inkább. Suissa.
400 meters, bear left. Hosszom, ezt tudom, jelen. Keep left. In 100 meters, turn left. Ha volt autóosztály, amit rühettem ebben a játékban, az a bugik. Az ez. Nem is értem, miért nem lesz ilyenek itt. Ezért hadd tanuljam ki, hát visszajössz. Nem. Ó, akkor ezt ízzel. Na, ezért utáltam a bagikot. Jaj! 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 Checkpoint! Ez valahogy a domborzat dobtam, hogy nem biztosan dobtam elő irányba valahogy. És a domborzat állít meg. Egyet ízni abba az egy pixelbe. Már emlékszem, hogy miért hittem ezt a körmétet. Utálom a bagikat. Jaj, nem vagyunk kicsit, hogy jó van. Kaptunk egy fegyelem 100 pont. Hát ez jó szar volt. Ja. Hát, igen. De azért profit vagyunk, jó? Mindjárt jövök, hozok be inni, meg ilyenek. Oké. Turn around when it is safe to do so.
Na re, többet bugit be nem erjél rakni. Azt mondod, akkor ez legyen a következő, és jó van. Halott csak. Te szeretsz élni? Én ott állok. Szerinted miért játszok? Akkor ilyen? Életbe hagylak. Jó, azt mondod, Bagi? Hallott, köcsög? Ugye szabadba kerül? Nem. Bezd meg. Jó. Nyel? Akkor hozzuk ők. Gondolkoztam a Brunén is, de annak kihozunk egy ecikuszat. Nem az, hogy gyorsulni nem akar szegény. Majd megdöblik kettőzik a bárcsak vele. Erre kihozzam azon felé az esőt. Győzelem rá. Hát szólj hozzá. Ugye én megtettem, amit az én szériámba kellett. Tehát én küzdködök is rendesen. Életbe maradásért.
Hát azt sem volt a két türelményét a kettőnkön. Lehet, hogy már járunk, maradunk a rallyban nagyon. De az aszfalton sem volt rossz. Csak ne úgy, hogy... Ja. Ja. Hát hallod, nem fogok beérni, bazd meg. Még nem basztam el, csak ennyivel gyorsabb a szériátok. It is safe to do so. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn left. Turn left. Calculating route. In 200 meters, turn right, turn right. In 400 meters, turn left. A szárvapéjjel kétőt megint a csapatban meg. Azonnal átállítod. Találtam itt egy régi barátunknak. Az bizonyos Jánosnak a... Milyen János? Melyik Jani? Káoszkahun. Jó! Jé, följött a harmadiknak, hopp, utolsó. Húva szép emlékek, mi?
Ugye először majdnem egy másikat indítottam el véletlen. Csak még szerencsé, hogy elolvastam a kiírását. 50 körös XP font. Az kevésbé lett volna jó. A Bart 131. Ehe. Jó, oké. Ki vagyok én, hogy utolkodjak? És bevág elé. Na, mint a szar. Nem ennyi gyors. Mi ez a kötymörgés? Ouch. Ez így erre mondjuk várja. Tudom, én is. Akkor most neked egy kicsit gyász. De hogy jött föl, jó. Közelem a gondolnál még bőven lehet a kitolsó. Én is. Azért hogy meghúzott a százszor, mint egy gyabart. Hát igen. És megint bazd meg. Jó, basszom, nekem hamar elég lesz ebből a játékból mára. Nem, csak tudod, ez a tipik régi fasság, hogy mikor visszadob még a sebességbe is be. Ja, azt tudom, igen. De azon kurom föl magam, hogy mikor visszavágtok, az meg egyért dolg elinduljon normálisan, amit rajta nem megyek mellettem. Jaj!
Épp ahogy csak meg volt. Meg volt, hogy meg volt. Meg. Olyan érdekesen húzott balra az autó, főleg a levegőbe. Ez jó volt. Minap a Lilinek tanítottam egy kicsit, hogy milyen az, mi az autóversenyzés. De ott szigorúan szakszavakkal magyaráztam, tehát nem úgy, hogy benne a garázsba, aki beindítják az autót, érted? Nem. Nem úgy, hogy elindul a verseny, van egy kis mutató, közben van egy kis kik, meg egy kis puf, de ezen kívül folyamatosan van egy még a mutató. Ha ezt megérted, akkor mindent megértesz. Az a baj, megértem. De nem fél, szakszerűen nem van magyarázva. Persze. Tudod, a rendedere. Ez az. Szerintem azt a gyerekünk egy kiperperesnyit. Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. At the roundabout, take the third exit. In 200 meters, turn left, turn left. In 100 meters, a Horizon széria történetének egyetlen modern városa. De amúgy ez is beszarod, mert belegondolsz, Colorado is, államban is egy ilyen régi módi kis város van.
Jó, az még mondhatni emeletes házakkal mindennek egy olyan modernnek, de az igazi modern, ez az egyedüli van. Milyen osztályt hozol? Azt a S2-t hoztam. Ó. Te szoktál minél nagyobbat az ő? Mondom. Vagy S1? Á, nem tudom, S1 vagy S2. Döntsd el! Hát nem tudom, már töltőképernyőn vagyok! Néztem, hogy ötöt, az egyik egy, S1, másik S2 volt, azt valamelyikre rányomtam, nem tudom. Jó, S2 volt, akkor jó. Beállnak négyen egy sorba. Mi? Fokozat. Fokozatban? Az a oké? Nem, ez a játék. Ja. Olyannyira nem, hogyha megnézed egy ellenfelé nevét, akkor fejlesztés meg a dolgot, ami egy ellenbegyükben. Lehet. Hát a túl, de... Nem elokták a dolgot elé. Hülye vagy, úgy blokkolják előttem páros hátalatokat. Szóval
Nice. Valahogy betereltem. Ne, enyém az lassú amúgy sebességben. A 922-es, a 999-es ellen az én... Ilyen irányítási problémákat küzdöttem itt már a végén. Igen, érzékeltem. Érzékeltem, mikor pálya széléről hirtelen a közepén lettél, köszi. Az igen. Aha, úgyis autós játékra játszunk. Speedzone-nak volt 7 órája egy posztja. Hogy? Subaru Impreza ST22B. Limitált példányszámban készült különlegességek példány átvadászta le most valaki csak nem 80 millió forintot értékben. 22B 80 millió. Kéne keresni egy rohadt pajtát. Hát, ha találunk egyet. Egy hülye tulajdonossa. Ja. Megveszük tőle 20 ezerért. Mondjuk ez már csak én hulladék, bocs. És milyen osztály? Mely pofázik kéra? Nagyon. Ami tizedes az alapon. Milyen? A. De csak az én, mert csak a osztályban van autóban. Szóval ilyen nagyon kizárásos alapú volt, tudod? Uh-huh. 4 autó, abból mindegyik a osztály. Mielőtt megszólnál, hogy villagosgányóval jövök, ez egy versenytőkes. Mert ez az egész kerekes. Így van. Jó van, gyerekek, legalább tudtak egy papírral elkőhúzni. A csávó valami reggelizett elő. Gumi vagyon szólt? Jó, ez szép volt, biztos. Teszem szoborból is. Nem éppen a tapadásáról híres az enyém. De ahogy látod, a fiad is hasonló gondokkal küzd. Nem. Azért farasz, te is elvegetsz. De én szándékosan. Aha.
Le tudott váltanom egyesbe, különben rágyorsítottam volna a kigyorsítás újra. Én nem tudom, hogy szóta jártos miért ilyen. Nehéz is ennek a szalannak bevenni. Nem bobbalt ilyen lőd. Ez jó volt ez a kosztály, ez az osztály. Ja. Gondolunk. A jelből ugye automatán tovább kellett volna vinni, szerintem itt is a... Szerintem. De amúgy érdekes módon meglepően hasonló volt a két kocsi teljesítménye.
Kíváncsi vagyok, mit hozok ki. Lehet, hogy faradok egy minimálisat ezen a mercén, folytatjuk elő. Mert ugye bajnok szerint indítottam. Neked ki van hegyezve amúgy? Aránylag. 800 le? Ja. Addig lecsekkolom az üzeneteket. Jó, jó. Begyűjtöm a lóvét. Azért annak idején úgy, hogy ez a játék, amikor mind abba hagytuk. Volt egy pár ifjonc, aki még ezzel a játékot tudott játszani, mert ezt kapta meg, tudod, a lapom. És emlékszem, hogy voltam vele, volt x millió kreditem, és hogy jaj, megvenné valaki tőlem ezeket az autókat, hogy legyen kreditem a játékban, meg minden. Na, persze, basszuk ki, aztán jó van, eladjuk. Megveszük. Rak fel, amennyiért csak tudod. Igen. És tudod, mi a legviccesebb? Na? Hogy úgyhogy a játékhoz érdemben hozzá se nyúlok, van 35 millió kreditem megint, pedig akkor volt egy ilyen 300 ezer. Itt azért, ez a Horizon 4 is ilyen, ahhoz is hozzá nem nyúlok, és ahhoz is csak jön a pénz benne. Tehát, kredit. Igen. Hát akkor folytassuk a Champion cipét. Turn around when it is safe to do so. Jó, próbáljuk meg most ezt. Kihozod egy másikat? Jó, baszki, lehet, hogy rossz osztályt osztom. Hogy mit csináltál? Józsi? Alt akartam. Józsi? Akkor 6-7. helynél jobb már nem leszek. Oops.
Még hozzáértem ahhoz a pillanat, azt nem okoz. Az árulás nem. Agresszívek, nem voltak ezek ennyire agresszívek régen. Nem. Tudod, ő nekik szabad. Ja. Ez a másik, ami tetszett ebben a játékban. Menet közben változott a maxot. Ó, van azért, bedaráltam pár resztosztályt. Na, zsíjó. Nekem most csak 16 millió van. De még nem szedtem be minden pénzjutalmat. Turn around when it is safe to do so. Igen, két autó között a 2000 kreditnél állja meg, ez kellett nekem. Tökéletes volt, köszönöm. De honnan tudta a játék, hogy nekem a kredit kell? Viszont ez volt az utálata az egésznek. Hogy két megnyert után még vidd le a harmadikat is, hogy meglegyen a championship. Jó, meglepően hasonló a kezelés ennek a Mercinek a NASCAR kocsikhoz. Hm.
Ez utó jó autót hozok, jó? Micsoda? Ez utó jó autót hozok, jó? Jó. Miért az előbb szart hoztál? Nem úgy értve jót. Tudom, kategória jót. V8 Street Turbo akarna lenni. Hát a gyakorlatban ebben még turbót se érzek. Maradjunk amíg. Érdekes, mert tudom észrevettem, más játékok már nem baszakszik a kontroller, de a Forzáknál igen. Nálad is? Arra jönnék. Mert nálam például a visszaváltásra szinte érzékelnek. De amúgy semmi baj az visznek nálam, tehát magamnak. Egyszer a Forzák kijönnek. Nekem. Nem tudom miért. Más játékba próbálom, meg nem beszélni más. Motorsportban már visszaállítottam magam automatára, mert mondom, a tököm fogja baszogatni. Nekem nagyon. De mindegyik hozzába. Nem mondom, kipróbálok egy rendes feltétetet. Megnyomom az X-et, meg mindent vesz tökéletesen. Meg valamikor megnyomom semmi, megnyomom semmi, megnyomom, na végre. Hogy lett az ellenfélre, az utárjának 200 pont. Ja, az ellenzőből jó, megvan. Nem szóltam.
Köszi. Köszi. Na, viszont lehet, hogy nekem már elég lesz ennyi, ha nem haragszol. Nem haragszok. Ez jó volt azért. Akkor is. Ja, egy kis kapcsolódás. Ne, holnapi napot már nem ígérem, mert másnap meló. Jó van. Éjszakás délelőttös. Délelőttös kezdem a négyest. Ja. Még ha éjszakás lenne, akkor még nem érdekelne, tudod. Ja, mert addig is legalább gyakorolsz az estére. Ja. Na jó, akkor köszöntöm a játékot. Hát még ilyen. Aztán majd várunk, ha játszasz, meg akkor neked meg jó szórakozást. Hát most mindennél is lépek. Majd max breakpointozok. Ja, jó van, uram, akkor. Jaj, jobbakat, csajó. Na, haló.